Üdvözlöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jara Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Civil pályázatok minden eddiginél magasabb összeg kerül kiosztásra. Október 1-én indul az új rendszer, az országos mentőszolgálathoz kerül az orvosi ügyelet. Vajdasági székelyeknek faragtak kopjafát, a nem mindennapi alkotás Tomka Károly lelkésznek állít emléket. Illegális szemét okozta a tüzet, felgyújtotta a rengeteg hulladékot a decsi férfi. Civil Info NEA 2024 című országos tájékoztatósorozat részeként ezúttal Szekszárdon tartottak sajtótájékoztatót a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának munkatársai. Az eseményen többek között a pályázati lehetőségekről tájékoztatták a szervezetek képviselőit. Civilek, civil szervezetek vezetői, tisztségviselői töltötték meg a Vármegyeháza dísztermének széksorait. A Dunamenti Polgári Egyesület, mint a Tolna Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa szervezésében valósult meg, a Civil Info NEA 2024 országos tájékoztató rendezvény szekszárdi előadása, amelyet a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának munkatársai tartottak egy sajtótájékoztató keretében. Mai nap folyamán Tolna Vármegye civil szervezet vezetőit azért hívtuk össze, hagyományosan szeptember hónapban, mert közeleg a Nemzeti Együttműködési Alap úgynevezett NEA pályázatoknak a kiírása, és ilyenkor az államtitkárság helyettes államtitkár úr, illetve a főosztály munkatársai gyakorlatilag egy országjárás keretében eljönnek, és közvetlenül bemutatják a civil szervezeti vezetőknek a kiírandó pályázatokat, azoknak a lehetőségeit, tartalmait, pályázatoknak a szakmai, tartalmi követelményeit. A civil szervezetek sokat tesznek a közösségért és azok kialakításáért. Különböző rendezvények, programok szervezésében a kultúra, az egészségmegőrzés, egyéb szociális ügyek és tevékenységek érdekében. Széles körű az a paletta, amelyben feladatot vállalnak. A fő célja a mostani rendezvénynek, hogy tájékoztassunk a pályázati alapokra, amik megnyíltak. Az egyik megnyílt, és a másik pedig meg fog nyílni. Ami megnyílt, az a Városi Civil Alap, egy 4,8 milliárd forintos keret, és a másik pedig a NEA, a Nemzeti Együttműködési Alap, ami 11 milliárdról 14 milliárdra növekszik majd jövőre, tehát ugye ezek jövő évi pénzek, amikről beszélünk. Tehát jelentős növekmény van a civil alapokban és a civilek számára. Munkájukat évről évre támogatja a kormány, a Nemzeti Együttműködési Alap 2024-es forrásaira is pályázhatnak majd idén októberben. Az elnyert összegeket pedig várhatóan jövő év márciusáig utalják ki az érintetteknek. A vármegyeszéke is igyekszik segíteni a civilek munkáját. A Városi Civil Alap célja az 5000 fő feletti lakosság számú településeken székhellyel rendelkező értékteremtő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázati úton történő támogatása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara őszi pályaorientációs program sorozata keretében országszerte népszerűsíti az agrárszakképzést, partnerei segítségével több mint 4000 általános iskolásnak, illetve szüleiknek mutatja meg 26 szakma lehetőségeit. A kamara közleménye szerint szeptember 18-a és november 24-e között 85 alkalommal összesen mintegy 4400 résztvevő kaphat betekintést 52 agrárszakképző intézmény és 60 gazdálkodó életébe. A tanulók számára a szakmai napok alkalmával lehetőség nyílik a munkafolyamatokba való tényleges bekapcsolódásra, szakmai tevékenységek megismerésére, annak érdekében, hogy pálya és intézményválasztásuk tudatos döntés legyen, közölték. Az érdeklődők a programsorozat keretében az élelmiszeripar, a környezetvédelem és vízügy, valamint a mezőgazdaság és erdészet ágazat 26 agrárszakmájával ismerkedhetnek meg.
Október 1-én indul az új egységes alapellátási ügyeleti rendszer Tolna vármegyében. Erről tartott sajtótájékoztatót Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Szekszárdon. Az eseményen elhangzott, hogy az ügyeleti rendszer az egész országban minden lakosnak egyformán biztosított lesz. Ehhez létrehoztak egy telefonszámot, a 1830-at. A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy nem a legjobb színvonalon működik az alapellátási ügyelet Magyarországon, ezért az a döntés született, hogy jöjjön létre egy egységes rendszer, amely a betegeknek magas szintű ellátást nyújt, lakjanak bárhol. Mondta el Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Az új rendszer egyébként két részből áll, az egyik a házi orvosi, a másik pedig a sürgősségi ügyelet. A házi orvosi ügyelet célja az, hogy azokat az egészségügyi problémákat, amik talán a legjellemzőbbek és enyhe tünetekre épülnek, és általában 16 óra és 22 óra között jellemzőek a betegek szempontjából, ezeket megoldja. Tehát ez az első eleme az ügyeleti rendszernek, a házi orvosi ügyelet. Az éjszakai órákban mi azt látjuk, hogy aki az ügyelethez fordulott, viszont általában valamilyen akut problémáról van szó, ami most kezdődik, és sokszor súlyos tüneteket produkál, ezért az éjszakai órákban egy valódi sürgősségi ügyeletet működtetünk. Októbertől Tolna vármegyében, Bonyhádon, Dombóváron, Pakson, Szekszárdon, és Tolnán lesz házi orvosi ügyelet. Sok településen rendkívül alacsony a betegforgalom, így arra nem lehet infrastruktúrát fenntartani, szakembereket alkalmazni. De ha komoly problémája van valakinek, ő ott is azonnal ellátást kap, oda küldik az ügyeleti kocsit vagy a mentőautót. Ehhez létrehoztak egy új telefonszámot, a 1830-at. Egy olyan ügyeletirányítóval fog beszélni, aki egészségügyi szakember, és az a feladata, hogy a kapott információk alapján megállapítsa, hogy milyen ellátásra van szüksége a betegnek. Lehetséges, hogy telefonos tanácsadás elegendő. Mondjuk azt mondjuk, hogy vegyen be két tablettát abból a gyógyszerből, ami neki ebben a helyzetben szükséges. De az is lehet, hogy mondjuk a szakemberünk a kapott információk alapján megnyugtatja a beteget, és azt mondja neki, hogy nyugodtan várhat holnap reggelig, és akkor menjen el a saját házi orvosához. Viszont, hogyha komoly baj van, akkor késedelem nélkül akár ügyeleti kocsit, akár mentőautót tud riasztani a beteghez, lakjon bárhol Tolna vármegyében. Február 1-e óta egyébként már 9 vármegyében működik az új rendszer, azóta közel 130 ezer alkalommal vették azt igénybe. Ezek során 93%-ban enyhe esetek miatt hívták a 1830-as számot. A betegek visszajelzései alapján elmondható, hogy jól működik, ugyanis az 1-től 5-ig terjedő skálán kapott értékelések alapján 4,3-as elégedettségi átlag jött ki, ami az egészségügyi szolgáltatások területén igen magas értéknek számít. A migrációs hullám továbbra sem csitul, idén már 125 ezer bejutási kísérletet hiúsítottak meg a déli határon a magyar határőrök és határvadászok, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence rámutatott arra, hogy ez a szám felülmúlja a 2021. évi adatot, amikor egész évben 122 ezeren érkeztek. Most pedig már szeptember derekára túl vagyunk a 125 ezres számon. Az államtitkár közlése szerint tavaly kimagaslóan sokan, 271 ezeren próbáltak bejutni. Az idén a napi átlag 485 határátlépési kísérletet jelent, amit sikerült megakadályoznunk, mondta hozzátéve, hogy az erőszakos cselekmények száma elérte a 168-at Magyarország déli határánál. Különleges kopjafát készítettek a Völgységi Székely közösség tagjai, az alkotást ugyanis a vajdasági Hertelendi falvában működő Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületnek ajánlották fel. A mű Tomka Károly református lelkésznek állít emléket. Dolgoznak a szakemberek a kopjafa alapjául szolgáló gerenda vésésén a bonyhádi Székelyház udvarán. A különleges alkotás egy felajánlás részeként a vajdasági Hertelendi falvára kerül majd, hogy emléket állítson Tomka Károly egykori református lelkésznek, akinek nagy szerepe volt abban, hogy bukovinai székelytelepesek érkeztek 1883-ban a délbánsági vidékre. Tavaly készült egy kopjafa, itt a Székely Parkban lesz, volt fölavatva, ami ugyancsak a tiszteletesnek az emlékére, és akkor hát ők úgy gondolták, hogy ez is jogosan, hogy hát akkor azért csak ők is úgy illik, hogy megtisztelve érezzék, illetve megtisztelnék a tiszteletest, úgyhogy
így most kérték azt, hogy akkor ha tudnánk segíteni ebben. A kopjafa a székelyek kultúrájában az emlékoszlopok szerepét tölti be, a rávésett motivumok pedig szinte minden esetben annak az embernek a tulajdonságait írják le, aki előtt tisztelegve készítik. A kódrendszert ismerők ezért szó szerint olvasni képesek a szimbólumokat. Van egy fejrésze, itt most a fej a részén lesz a hegy. A hegy az azt jelenti, hogy a vitézséged bátorságot jelenti. Utána a fej után van egy nyakrész, az egy nyakas, akkor nyakas ember volt, akkor a nyakasságát. És akkor így lehet, hogy egy bátor, nyakas, székely ember volt, mert itt lesz egy székely kereszt. Egy-egy ilyen alkotás elkészítése rengeteg időbe telik. A mesterek akár heteken keresztül is képesek dolgozni a kopjafákon. Ez egy hetes munka körülbelül, hogyha 8 órába csinálja az ember. A kopjafa tehát a vajdasági Hertelendi falván lesz felállítva, ott pedig a 140 éve letelepedett közösséget összefogó Tamás Járon Székely Magyar Művelődési Egyesület gondozza majd. A tervezett hája megvan, igazából az egyesület udvarában van egy egyesületünk, ahol ott szokunk összegyűlni, mint a székelyek, ugye, és ott van egy tájházunk is, úgyhogy ott lesz az egyesület udvarába felállítva ez a kopjafa. A Bonyhádon faragott székely kopjafa avatójára a vajdasági Hertelendi falván a tervek szerint októberben kerül sor. Rendkívül eredményes volt a sportág választó Dombóváron, amely ezúttal is a helyi önkormányzatnak és a Dombóvári Sportszövetségnek a közös programja volt. Elérte célját a rendezvény, hiszen a kisiskolások számos pozitív élménnyel térhettek haza, az óvodások rekord létszámmal vettek részt az eseményen, és már negyedik alkalommal igazi összefogással, a sportegyesületek közreműködésével, a nevelési és oktatási intézmények aktív részvételével valósulhatott meg. Közel 2000 fiatal próbálta ki a 20 állomáson a dombóvári egyesületek által felállított standokon a különböző sportágakat. Közel 20 köbméter szemetet halmozott fel az a decsi férfi az udvarán, aki több feljelentés után sem gondoskodott a hulladék eltüntetéséről. A hatalmas mennyiséget végül felgyújtotta, ami óriási tüzet okozott. Az oltást az is nehezítette, hogy a házban nem volt bevezetve a víz, és a férfi a tűzoltókat sem értesítette. A szekszárdi rendőrkapitányságon befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, ami még 2022 nyarán indult egy akkor 35 éves decsi férfival szemben, aki a lakóháza udvarán nagy mennyiségű szemetet halmozott fel, és emiatt hulladékgazdálkodás rendjének megsértése büntet gyanúja miatt hallgatták ki. Először tagadta a felelősséget, majd a kihallgatás során beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy évek óta nem gondoskodott a szemét elszállításáról, ezért nagy mennyiségű lomszemét, illetve építési törmelék gyűlt fel, mintegy 20 köbméter mennyiségben. 2022. júliusában a férfi szerette volna a szemetet eltüntetni, ezért meggyújtotta. Ezzel azonban a környező ingatlanokat is veszélybe sodorta. A közvetlen szomszédjában lévő házon rongálódás keletkezett, ugyanis a ragalján lévő műanyag lambéria több helyen leolvadt. Szakértő megállapítása szerint az ilyen módon veszélyeztetett érték meghaladta az 50 millió forintot. A férfinek nem csak hulladékgazdálkodás megsértése, hanem közveszélyokozás vétsége miatt is felelni kell. A nyomozók az ügyben az eljárást befejezték, és a napokban az illetékes ügyészségnek befejezési javaslattal küldték meg az iratokat. Az elkövetőnél a büntetés befolyásoló tényező volt az is, hogy tisztában volt azon ténnyel, hogy a lakóépületben a vízközmű nem került bevezetésre, mely jelentős nehezítő körülményt jelentett az oltásnál. A gyanúsított a tűzterjedésekor az utcáról igyekezett vizet hozni a lángok megfékezésére, ám ezen kísérlete sikertelennek bizonyult. Azonban ekkor sem értesítette az illetékes hatóságot, hanem a tűzoltóság a szomszédok hívására érkezett, és így sikerült csak időben eloltani az elharapódzó lángcsóvákat. Regionális híreink következnek. Tiltakoztak az építési tilalom ellen a gyükkésiek, indulatok a pécsi közgyűlésen. Jó példák a szakképzésben Pécsen, az informatikai ágazati képzőközponttal ismerkedtek. Bolygósztori kiállítás Somogyban, a naprendszer keletkezését ismerhetik meg a látogatók.
Belharc miatt majdnem pórul járt egy egész városrész Pécset, ugyanis építési tilalom elrendelését akarta elfogadtatni Gyükésben a városvezetés a keddi közgyűlésen. A hírek szerint a baloldalhoz köthető személyek érdekkörök közötti összetűzés miatt érhette volna anyagi kár a gyükési telek tulajdonosokat. Csend és nyugalom Pécs gyükési város részében, azonban ez már nem igaz a keddi közgyűlésre, ahol éppen az erre a területre vonatkozó elképzelés váltott ki indulatokat. Építési tilalom elrendelését tervezték Gyükésbe, ezért a helyiek is eljöttek a testületi ülésre. Szombat este kaptuk az információt arról, hogy építési tilalom kerülne bevezetésre gyakorlatilag Gyükés egész területére, kivéve meglepő módon az önkormányzati területekre. Összegyűltek 74-en a hír hallatán, és tiltakozást fogalmaztak meg, mondja Máté doktor. A közgyűlésre is azért jöttek, hogy ne dönthessenek a fejük fölött, az ő érdekeiket figyelembe sem véve. Nem így oldunk meg problémákat. Hogyha valakivel valamilyen viszonyt akarunk kialakítani, akkor megkérdezzük, oda megyünk a helyszínre, megnézzük, hogy mi a helyzet, és akkor ezt sokkal simábban, egyszerűbben lehet rendezni, hiszen akár még az is kiderülhet, hogy ez a probléma marginális, ez a probléma nem teljesen olyan optikájú, mint ahogy most itt alpolgármester úr elővezette, tehát hogy akkor egy karakteresebb kép alakulhat ki. Összesen 240 telek esetében tervezték elrendelni az építési tilalmat, ez mintegy 1000 embert érintett volna. A felröppent hírek szerint baloldali szereplőköz köthető harc áll a javaslat mögött. Különböző baloldali érdekcsoportok tusakodnak egymással helyi ingatlanfejlesztési, szállodaépítési projektjeik körében, és gyakorlatilag az önkormányzat vezetését felhasználják a saját érdekeikre, és úgy tűnik, hogy az önkormányzat vezetése pedig mindenható segítséget megad azért, hogy ezek a magánérdekek, ezek a közérdek elé helyeződjenek, és ez nem jó, mert ezt látjuk az elmúlt években, gondoljunk a Mandulás kemping ügyére. A frakcióvezető szerint 4 éve azt látják a pécsiek, hogy a városvezetés körüli üzleti csoportok akarata érvényesül a közösségi érdekekkel szemben. A Társadalmi Párbeszéd elmaradt ebben az ügyben, ezt kifogásolta egy másik képviselő. Bognár Szilvia szerint részsikert értek el a gyükésiek, hogy kiálltak az érdekeikért. Nagyon örülök, hogy a pécsi közgyűlésben tanúi lehettünk annak, hogy a civil kurázsi eredményre vezet, és rész eredményt el tudtak érni az ott élők, de én még mindig úgy érzem a mai döntés nyomán, hogy a farkasnak a lába ott van az ajtórésben. Végül az építési tilalmat csak 35 telekre rendelték el 1 évre. Az ügy előzménye, hogy a rengeteg utcából 22-en, köztük egy vagyonos vállalkozó család tagjai, az önkormányzathoz fordultak, és a petíciójukban azt kifogásolták, hogy a Mecsek Kabinsz Kft. 2 ütemben 2 egységből álló szállásépületet kíván építetni, amely szerintük közösségi, ivóvíz ellátási és környezetterhelési szempontokból egyaránt sérelmes. A panziókat építő Mecsek Kabinsz Kft. Egyik tulajdonosa az a Varga Péter, aki a gazdaságfejlesztési főosztály vezetőjeként a baloldal egyik nyertese lett a választás után, és Ruzsa Csaba, MSZP közeli alpolgármester javaslatára került a városházára. Az informatikai ágazati képzőközpont tevékenységével ismerkedtek azok, akik ellátogattak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarába kedden. Itt olyan workshopon vehettek részt, amit a Magyar Kereskedelmi Kamara szervez az egész országban. A helyi tapasztalatok hozzájárulnak majd a szakképzési rendszer javításához a szakemberek szerint. Jó gyakorlatok a szakképzésben címmel tartottak szakmai kerekasztalt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában kedden. Itt a Baranyai Informatikai Ágazati Képzőközpont tevékenységét, tapasztalatait ismerhették meg az érdeklődők. Nálunk 7 vagy 8 órát töltenek el egy nap, a full gyakorlati oktatás zajlik, nyilván a minimális a képzési kimeneti követelményeknek megfelelő elméleti oktatásra párosulva. 13-os, 14-es, 11-es és 12-es diákokat oktatunk, más-más óraszámban, más-más tematikával. A cél az, hogy a tagjaink, akik a befektetői voltak ennek a cégnek, olyan képességekkel rendelkező diákokat kapjanak a kurzus végén, akik gond nélkül fognak tudni bekapcsolódni a mindennapi munkába, nem kell őket még fél évig, egy évig trénelni, hanem
azonnal munkához tudnak állni, és azonnal hasznos tagjai tudnak lenni a cégnek. Az országjáró workshopokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezte. Pécsen az iparkamarában az informatikai távközlési területen folyó duális képzésről tudhattak meg többet a szakemberek. A gyakorlati kimenetele ezeknek a workshopoknak az, hogy készüljön egy fehér könyv, amely elérhetővé fog válni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara duális képzési oldalán majd, illetve az ágazati készségtanácsoknak az oldalán, hogy gyakorlatilag segítsük a különböző ágazatokban a jó gyakorlatok megosztását. Hogyan kell képzési programot írni például, hogyan kell a diákok portfóliójának a megírását segíteni, vagy például, hogy hogyan kezeljük a projektfeladatokat, hogyan segítsük a duális képzésben a projektfeladatoknak a kitalálását, a levezetését, értékelését. Hogyan szervezik az informatikai ágazatban a képzéseket? Erről szólt a keddi nap a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Jelenleg az informatikai ágazati képzőközponthoz tartozó cégek teszik ezt, a gyakorlati képzéseket biztosítják Baranya vármegyében. Budapest és Tata után a Kaposvár melletti Desedatónál található Fekete István látogató központba érkezett a Bolygó Sztori elnevezésű kiállítás. Ezen a naprendszer keletkezését ismerhetik meteorok bemutatásával. Az űrből érkezett és a kozmikus utazás lenyomatát őrző anyagdarabok egy magángyűjtő birtokában vannak. A csillagászat misztériuma minden korosztályt foglalkoztat, ezért is különleges a desedai Fekete István látogatóközpont új időszaki kiállítása, hangzott el a tárlat megnyitóján. A Desedánál általában a látogatóink az élővilág sokszínűségét láthatták az időszaki kiállításokon, most ez tényleg eltér ettől azáltal, hogy egy kicsit időbe még visszább mentünk a bolygó keletkezéséig, és a meteorok még ennél is idősebbek, tehát azok a meteoritok, amik itt bemutatásra kerültek, jóval idősebbek. A kiállítás Sklenár Tamás meteorit magángyűjteményén keresztül mutatja be a naprendszer keletkezését. Ugye ez egy olyan kőzet, ami a világűrből érkezett a Földünk légkörén keresztül a Föld felszínére. A felszínén lehet látni egy ilyen üvegesen csillogó, fekete, úgynevezett olvadási kérget. Ez azért jön létre, mert ahogy halad át nagyon nagy sebességgel, ami akár 70 km per másodperc is lehet ez a test, úgymond leolvad a külső anyagrétege, és amikor eléri azokat a légrétegeket, amik teljes mértékben lefékezik, ez az utolsó leolvadt anyagréteg ráfagy a felszínére, és lepottyan a szabad esésben a Föld felszínére. A gyűjteményben több száz és néhány évvel ezelőtt talált meteorit is látható, amelyek különbözősége a naprendszer kialakulásának folyamatát ábrázolja. Hogyha egy ilyen űrből érkezett kőzetet, egy meteoritot elvágunk, belenézünk a belsejébe, és kutatjuk annak az anyagát, akkor konkrétan visszarepülünk az időben 4,56 milliárd évet, és megláthatjuk azt, hogy a naprendszerünknek a nagyon ősi stádiumában hogyan is működtek a különböző elemek, és úgymond a saját naprendszerünknek a keletkezését tudjuk feltérképezni. Meteoritokat elméletileg a Föld bármely pontján találhatunk, de leginkább a sivatagokban bukkannak elő ilyenek, mondta Sklenár Tamás. Az itt látható minták többsége az Észak-Nyugat-Szaharából származik, ezekből az országból, mint Marokkó, Mali, Algéria, viszont nagyon sok van más területekről, akár Magyarországról, vagy Európa más részeiről is. A Bolygó Sztori kiállítás december 1-ig látható a desedai Fekete István látogatóközpontban. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Civil pályázatok minden eddiginél magasabb összeg kerül kiosztásra. Október 1-én indul az új rendszer, az országos mentőszolgálathoz kerül az orvosi ügyelet. Vajdasági székelyeknek faragtak kopjafát, a nem mindennapi alkotás Tomka Károly lelkésznek állít emléket. Illegális szemét okozta a tüzet, felgyújtotta a rengeteg hulladékot a decsi férfi. Csütörtökre ismét meleg levegő érkezése körvonalazódik, elszórtan záporok is kialakulhatnak. Este-éjjel az ország túlnyomó része felett lecsökken a felhőzet, derültebb égbolt ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket.
Ha látnak valamit, ami önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!